Sziasztok! Tavaly ugye készítettem 8 darab kis real life doodle-t, vagyis ilyen valóságra reanimálgatást, és most újra kedvem támadt összehozni egy-két ilyet. A Redditen továbbra is nagy népszerűségnek örvend ez a műfaj, illetve időközben ezen a subredditen volt egy szavazás, amiben 2019 legjobb doodle-jeire lehetett voksolni, és egy kategóriában az én egyik kis kreálmányom nyert. A legjobb megrendezett doodle díját a mozgó lépcsős videóm nyerte el. Második helyen pedig a muffinzabálós 2-es villamos végzett. Ha! Viszont eddig az összes ilyen videóm alapjául szolgáló felvételt én magam készítettem, de most meg szeretnék próbálkozni mások videóira ráanimálni. Ez egy bevett szokás itt, sőt igazából a beküldött animációk nagy része az így készül. Úgyhogy fogtam magam is, körbenéztem az elmúlt hónapban legnépszerűbb Reddit posztok között, hát ha találok alapanyagot ehhez, és nagy szerencsémre sikerült belefutnom egy olyanba, ami adott egy ötletet. Itt ez a kis videó, amiben a kedves feltöltő megmutatja, hogy a rossz fürdőszoba ajtajának hála minden vécére tett látogatásának van egy ilyen lelkes közönsége. És az jutott eszembe, mi lenne, ha a rossz ajtónak köszönhetően még ki is rabolnák ilyenkor? Igen, ez lenne a csodás ötletem. Ebből a párosból csinálni lehetne két tolvajt. Na én ezt valahogy úgy képzelem el, hogy a kutya fején lenne egy ilyen, tudjátok, ez a tipikus betörő sapka. Lenne két karja, a jobb karjában egy fegyvert tartana, a bal karjában pedig egy ilyen bankrabló zsákot. Na, kezdjük a legegyszerűbbel, megrajzolom ezt a tolvajsapkát. Ami lehet, hogy nehézséget fog okozni, hogy én mindig ilyen egyszerű pálcikakarokat szoktam rajzolni, és most nem vagyok benne biztos, hogy ez jól fog állni ennek a kutyának, meg azt sem tudom, hogy pontosan onnan induljanak a karjai. Na mindegy, próbálkozzunk meg vele. Na igen, ettől tartottam, ez nem annyira passzol hozzá. Mondjuk lehet, hogy jobb lenne egy kicsit, hogyha vastagabb lenne a karja. Na mindegy, megcsinálom a másik karját is, és megnézzük, hogy úgy milyen az összhatás. Hát nem tudom, ez így most egy kicsit béna. Én úgy emlékszem, hogy láttam már olyan real life doodle-t, amin kutyáknak volt karja, és szerintem az nem volt ilyen gagyi. Úgyhogy most körbenézek kicsit, és megpróbálok ihletet meríteni mások alkotásaival, illetve megnézni, hogy mi az, amit rosszul csinálok. Aha, jó. Oké, most, hogy körbenéztem, már értem. Szóval lehet, hogy ott rontottam el a dolgot, hogy az alapötletem egy szar. Az a helyzet, hogy most egyetlen olyan real life doodle sem találtam, amiben kutyáknak vagy macskáknak karja lett volna. Persze lehet, hogy van, csak most nem futottam bele. És lehet, hogy ez nem véletlen. Szóval tulajdonképpen ilyenkor egy ilyen kentaurszerű lény jön létre, és hát ezt lehet el akarják kerülni az emberek, mert így néz ki. De most már mindegy, mivel belekezdtem, ezért már végig fogom csinálni. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Na jó, egyet azért mégiscsak találtam. És így sem tudom eldönteni, hogy ez most tetszik-e, vagy sem. Na mindegy, folytassuk. Tehát a jobb karjában lesz ugye egy pisztoly, a bal karjában pedig egy ilyen pénzes zsák, és szerintem kezdjük azzal. Na jöhet a pisztoly, viszont most nem fogom elkövetni azt a hibát, hogy mindenféle mankó nélkül nekiálljak megrajzolni. Keresek egy jó referenciaképet, és majd azt fogom lemásolni. Kettő képet találtam, ami szóba jöhet. Az egyik az ez, a másik pedig ez. Hát igen, az első az sokkal jobban tetszik, úgyhogy azt fogom használni. Körbe is rajzolom gyorsan. Nem is értem, hogy miért gondoltam, hogy szabad kézzel jól fogom tudni körberajzolni. De mindegy, így hagyom. Viszont amire még szükségem lenne, ugye, hogy más szemszögből is meg legyen rajzolva a pisztoly, mert ugye azt szeretném, hogy itt így leengedett pozícióból egyszer csak föltartsa. Kerestem ehhez is egy képet, ami kicsit megkönnyíti a dolgom. Hát, igen, ez bizony egy szar, de az a nagy szerencse, hogy a videóban ez igazából szinte végig takarásban lesz a belógó térd miatt, úgyhogy működni fog. A kutya így rendben lesz, térjünk rá egy kicsit a macskára.
Na, a mocskának sapkája biztos, hogy nem lesz, mert azt kicsit nehézkes lenne megcsinálni a fülei miatt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kapjon egy kendőt, egy ilyen arcát takaró kendőt, és hogy egy kicsit változatosabb legyen a dolog, ő nála nem pisztoly lesz, hanem kés. De mindenek előtt kapjon két kart, és nézzük meg, hogy áll neki. Jaj, Isten! Tudjátok, abban bíztam, hogy habár a kutyának nem állt jól ez a két kar, hogy akkor majd a macskának biztos jó lesz. Ó, de várjunk csak, még kézfeje nincsen, az lehet, hogy sokat dob majd rajta. Na, ugye, én megmondtam, hát így sokkal, nem, ez ugyanolyan szörnyű. De azt is el kell ismerni, hogy lehet, hogy ezért tetszik. Tehát így annyira nem illik rá, annyira nem passzol hozzá. De a kendővel együtt biztos jó lesz. Alakul, nézzük a kést. Na, így fog kinézni a kés, amikor a kamerának szegezi, majd még meg kell rajzolni más szemszögből is. És közben azt tűnt föl, hogy túlságosan jámborra tekintetük, úgyhogy rajzoltam a macskának szemöldököt, és szerintem egész jól működik. Nézzük meg, hogy a kutyának hogy állna. Na igen, az biztos, hogy neki is kell szemöldök, mert annyira aranyosan néz, hogy ez így nem hiteles. Na így, ez viszont sokkal jobb így. Na de térjünk vissza a macskára. Jó. Tehát így fölnéz, kinyitja a kést, és rászegezi a fazonra. Most megrajzolom a kést más szemszögből is. A macska karaktere megvan, illetve a kutyájé is. Most lehetne nekiállni, meganimálni őket, de annyira kíváncsi vagyok, hogy ez hogy mutatna a videón, hogy menjünk át After Effects-be, és legalább a sapkát illesszük a helyére. Most ugye szükség van két olyan pontra a videón, aminek a mozgását majd a sapka leköveti. Szerintem erre a kutya két szeme jó is lesz. Nézzük meg! A sapka a helyén, és az van, hogy baromi jól áll ennek a kutyának. Hát ezt komolyan mondom, hordania kéne. Oké, most már térjük rá az animálás részre. Kezdve mondjuk a bal karjával. Jó lesz, úgyhogy jöjjön a pisztolyos karja. A karjai elkészültek. Én még arra gondoltam, hogy egy ponton egy kicsit agresszívabb tekintetet vághatna, tehát a szemöldöke mondjuk egy kicsit még lejjebb menne. Ja, az még hiányzik. Tehát a kutya elkészült, és nekem egészen tetszik. De még nem tudni ugye, hogy mutat a videón, tehát akkor most menjünk át After Effects-be, és illesztük rá a videóra. Na, így állunk most. És szerintem egész jó. Még persze nyilván itt több helyen kell korrigálni, de ez jó lesz. Na, ugye a fegyvernek itt takarásban kéne lennie, úgyhogy itt a... Úgyhogy itt ezt a térdet most kimaszkolom. Én a kutyát azt elkészültnek nyilvánítom, most pedig térjünk rá a macskára. De jó éget, ez hogy néz ki? De jó, mindegy, szóval kezdjük azzal, hogy a kendőjét megrajzolom más szemszögekből is, mert ugye az elején még nem a kamerában néz. Hát sajnos az a helyzet, hogy ezt a kendős ötletet el kell engedni. Itt próbálkoztam több verzióval is, de az a baj, hogy nagyon nem passzol. Nem baj, meg kellett próbálni. Úgyhogy a macsáknak nem lesz kendője. Térjünk rá a karjainak az animációjára. Ez viszont egészen jó. Ami még viszont hiányzik, hogy ugye a karjának is egyre vastagodnia kéne a kamera felé, hogy meglegyen ez a ilyen kamu 3D effekt. Na, azt hiszem, hogy már csak a szemöldöke van hátra, és a kutyához hasonlóképpen az lesz, hogy
az egyik pillanatban átvált egy még szigorúbb tekintetre. A macska is le van tudva, úgyhogy illesszük rá a videóra. Így állnak most a dolgok. Hát, ja, itt még bele kell nyúlni jó pár helyen, meg itt a macska fejénél, hát gyakorlatilag a macska fejét ki kéne maszkolni, hogy takarásba kerüljön a karja. Oké, okay, most nekem van ezzel egy kis problémám. Szóval nagyon unalmasnak tűnik itt ez a kis rész. Amíg nem néz fel a macska, igazából nem történik semmi, és ez szerintem egy kicsit megöli az összhatást. Úgyhogy annyival földobnám az animációt, hogy mondjuk egyik kezéből átdobná a kést a másikba. Talán egy kicsit érdekesebb lenne tőle a videó. Hát igen, a macskának itt ezt a karramégését nem igazán tudtam megoldani. Viszont ez az animáció szerintem így jobb lett. Úgyhogy én ezt így ilyen formában késznek nyilvánítom. Most jöhet az, hogy alárakok pár hangot. Az eredeti videónak egyébként abszolút nem volt hangja. Hát majd most lesz. Na és már csak egy izgalmas rész van hátra, mégpedig az, hogy felrakjuk a Redditre és megnézzük, hogy mik lesznek a reakciók. És most várunk. Még mielőtt megmutatnám, hogy végül milyen eredménnyel zárt ez a kis videóm, mutatok valami mást. Az a helyzet, hogy nem csak nekem jutott eszembe reanimálni erre. Velem kb. Pontosan egy időben egy Jimmy nevű srác készített el ezt a verziót. Róla azt kell tudni, hogy az elmúlt kb. Egy évben ő készítette a legnépszerűbb real life doodle-öket. Egyébként ezzel kapcsolatban Instagramon váltottunk pár üzenetet, és ahogy ő is írta, nagyon érdekes látni, hogy mennyire mást láttunk bele ebbe az eredeti felvételbe. Végül 16.200 upvotot kaptam rá, ami nem rossz. Ami viszont furcsa, hogy elvileg több mint 4 millió megtekintést generált. Most vagy az van, hogy valahol a neten kikerült egy vagy több másik nagyforgalmú helyre, vagy egyszerűen csak részeg ez a számláló. Érkezett több mint 100 komment, és egyik másik igazán jól esett. Egyet viszont ki is emelnék ezek közül. Többek között tudjátok, hogy ki írt a posztom alá? A két kis bandita gazdája. Igen, nagy szerencsére a videó készítőjéhez is eljutott ez a kis animációm. Na igen, ilyen ez az internet. Felraksz egy aranyos videót a kisállataidról, aztán egy vadidegen csinál belőlük, hát ezt. Remélem tetszett nektek ez a videó, és köszönöm, hogy végignéztétek. Találkozunk a legközelebb videóban!